Augusztus 26-án talán végre elstartol a Polaris Dawn küldetés. De hogy miért izgalmas és történelmi, elmondjuk most nektek pár percben. Ha emlékeztek még rá, 2021. szeptemberében élőben adtuk az Inspiration 4 küldetés indítását és pár nappal később a visszatérésüket is. Jared Isaacman, milliárdos üzletember 2022. februárjában bejelentette a Polaris programot, ami három küldetésből áll. Ennek első részét képviseli a mostani Polaris Dawn küldetés, a harmadik repülés során pedig akár egy Starship elindulhatnak az űrbe. A négy tagú személyzet a már említett Jared Isaacman parancsnokból, Scott Poteet pilótából és két elbűvölő hölgy, Sarah Gillis és Anna Menon küldetés specialistákból áll majd. Az öt naposra tervezett küldetés során jó néhány elsőséget terveznek végrehajtani. Első ilyen a legmagasabb föld körüli pálya elérése. Először 1200x190 km-es ellipszis pályára állnak, majd ezt növelik 1400x700 km-re, amivel beállítják az új rekordot. Végül egy 700x700 km-es körpályára ereszkednek, és ezen a magasságon hajtanak végre egy újabb belsőséget. Isaacman és Gillis űrsétán vesznek részt. Az előkészületekkel együtt körülbelül 2 óra hosszúra tervezik. Hát ez nem semmi látvány lesz. Ugyanis ez lesz az eddigi legmagasabb föld körüli pálya, ahol astronauták űrsétát teljesítenek majd, korábban a Hubble Service küldetések nagyjából 500 km-es magasságban történtek. Ez lesz az első kereskedelmi keretek között megvalósuló űrséta is. A Crew Dragon Resilience űrhajót jelentősen át kellett alakítani, hiszen az Inspiration 4 küldetés során látott kupola helyett ezúttal az egész belső kabint vákum körülményekre kellett felkészíteni. A személyzet mind a négy tagja kilesztéve az űrvákumának. Az egyik leglényegesebb SpaceX házon belüli fejlesztése a speciális EVA ruha. Első ránézésre a hagyományos, az emberes küldetések során használt IVA ruhákhoz hasonlít. Az űrsétához viszont egy teljesen új űrruhát fejlesztett a cég. Többek között újdonság az izületek csatlakozási pontjainál alkalmazott lágy összeköttetés, melynek köszönhetően az űrhajósok jóval könnyebben lesznek képesek behajlítani végtagjaikat, mozgatni ezeket akár az űrhajón belül, akár kívül űrséta közben. A gyártásnál új anyagokat használtak a megfelelő hő és napvédelem érdekében, a sisak rosti fényvisszaverő réteget kapott, a sisakon belül több kamerát is felszereltek, illetve egy belső kijelzőt is kapott a rosti, amin az űrruha állapota követhető. Nagyjából 40 különböző kísérletet hajtanak végre 20 partnerintézmény részvételével, ezek célja jobban megismerni az emberi test működését, az egészségi állapot változását és annak megőrzését ilyen magasságban. Ez a küldetés óriási mérföldkő lesz a SpaceX-nek, saját rakétán utaznak majd saját űrhajóval, saját fejlesztési űrruhában, saját Starlink hálózaton keresztül fognak kommunikálni. Rettentően izgalmas küldetésnek nézünk elébe, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk. Hajrá Team Space, hajrá Polaris Dawn!